Az öltözködésünk tükrözi a személyiségünket, így kifejezetten fontos, hogy megtaláljuk a hozzánk leginkább közelebb álló stílust. Vendégem Huszka Ági, stílus és színtanácsadó, akivel elmerülünk ebben a sokszínű világban. Szia Ági, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Sziasztok. Egy picit először beszéljünk arról, hogy mit is csinálsz pontosan, és hogyan jutottál el ehhez a hivatáshoz, hiszen, hogyha jól tudom, egy kicsivel másabb világból érkeztél elsőleg. Igen, hát az én karrierem tulajdonképpen fejvadászként indult. Ez egy eléggé sikerorientált, eredményorientált foglalkozás. Egészen a vezető pozíciókig jutottam, és ahogy egyre följebb, egyre komolyabb pozíciókkal, komolyabb emberekkel találkoztam és dolgoztam, igazából saját magamat kellett jól öltöztetni, úgyhogy tulajdonképpen így folytam bele az egész öltözködésbe, a szabályokba, a tradíciókba, egyre többet olvastam, nézelődtem, a divattörténettel is foglalkoztam, és hát egy szerelem lett igazából nekem ez az egész. És hogyan kell elképzelni a te munkádat? Engem nagyon érdekelne ez a színtanácsadás, mert igazából a stylist és stílus tanácsadás azzal azért mindenki egy kicsit tisztában van, bár nyilván sokkal komplexebb a dolog, mint elsőnek tűnik. Viszont ez a szín típus elmélet az, ami engem megfogott. Olvasgattam a témában, amikor így készültem az interjúra veled, és ezekről szerintem baromi hosszan lehetne beszélni, tehát egy picit ebben merüljünk el akkor, hogy mi is pontosan ez. Igen, hát ha azzal kezdem valakinek a bemutatkozást, hogy stylist vagyok, vagy személyi stylist, akkor szoktak rám furcsán nézni, hogy hűha, hát akkor én ilyen furcsa dolgokat rakok össze, furcsa dolgokat, de nem. Hozzám abszolút hétköznapi emberek járnak, üzletemberek járnak, teljesen egyszerű nők járnak, akár gyermek után, ha vissza szeretnének egy kicsit térni a saját stílusokhoz, vagy az irodai öltözködéshez, vagy olyanok, akik egyszer megunták, hogy túl sok mindent vásárolnak, és áll a szekrényben a millió ruha, de nem nyúlnak hozzá. Úgyhogy nagyon-nagyon egyszerű, amit én csinálok, a hétköznapiságról szól, és igazából ebben a nagy szerelem nekem a színtanácsadás. Ez mostanában egy nagyon-nagyon felkapott dolog, azt gondolom egyre többen vagyunk a piacon. Én hát már jó pár évet csinálom, illetve én egy kicsit szembe mentem azzal, amit én itthon tanultam, az itthoni szokásokkal, klisékkel, dolgokkal. Én nagyon sokat okultam színtanból, színtani alapokból, ez az alapja igazából az egésznek. A színtanácsadás során tulajdonképpen egy harmóniát keresünk azzal, ami nekünk van, igazából a bőrtónusunk lesz itt a döntő. El lehet olvasni, hogy hajszín, szemszín mind fontos, igazából másodlagos, túl bonyolult a mögött a genetika, túl sok a változó, túl sok mindenki jöhet, de a bőrtónusunk az, ami igazából változatlan, igazából örök, és tulajdonképpen napozással sem sokat változik, vagy nem változik akkorát, hogy nagyon sokat változtasson. Úgyhogy tulajdonképpen nekem ez lett a nagy szerelem, a színtanácsadás, és ezt egy kicsit talán több tudományos ténnyel, több tudományos háttérrel megtámogatva csinálom én itthon, mint nagyon sok kollégám. Az igaz, hogy ez a négy fő színtípus van, ilyen évszakkal kapcsolatban, és azon belül is vannak még, ha jól tudom, különböző altípusok. Igen. Mik ezek pontosan? Igen, hát ugye magát a típusokat, azokat az évszakokról nevezték el, ami egy nagyon jó támpont, mert legalább könnyen megegyezhető, de egyébként nem minden évszaknak a neve utal a színvilágra, amiben tulajdonképpen meg lehet állapítani a színeket. Igazából tulajdonságokat tudunk társítani a különböző típusokhoz. A két hideg típusunk a tél, ami adja magát, de a másik a nyár, ami meg egy extrém dolog szerintem, mert hát a nyárról nem a hideg jut eszünkbe annyira. Hát nem. És a két meleg pedig a tavasz és az ősz, ezek színhatások. Én általában azt szoktam mondani, hogy azt jelenti a meleg vagy a hideg szín emberen, hogy a hideg színek inkább kékesebbek, a meleg színek inkább sárgásabbak, és ha egy kicsit több kéket keverünk, akár temperával elkezdünk otthon kevergészni, akkor nagyon szépen tudjuk hűteni a színeket, ha több sárgát, akkor melegszik. Úgyhogy ez az egyik alapkülönbség, és akkor a másik pedig, hogy a nagyon tiszta, nagyon élő, nagyon élénk színek jók-e valakinek, vagy azok, amit kicsit olyanok, mintha beledobtuk volna a mosógépbe, elmostuk kicsit volna. Igen. Ez lesz a fő tulajdonság, különbség tulajdonképpen. Mindenkinek van egy alaptípusa. Ha mehetünk egy kicsit tovább, azok alapján, hogy mi az, ami még fontos neki, illetve mi az a kis extra, az a kis plusz, amit még, hogyha így a kombinációba belerak, akkor az igazán fog működni. És akkor itt van olyan altípusunk,
aki mondjuk az adott típuson belül a világos színekben a legeslegjobb. És ugye azért ez fontos, hogy én azt szoktam mondani, hogy ez a színtípus, ez képzeljük el úgy, mint egy piramist, vagy egy ilyen lépcsőt. Ott van a tetején a legjobb színünk, amit magunkra veszünk, és mindenki azt kérdezi, hogy hű, de jót aludtunk, hű, de jól nézünk ki, mi van velünk. Aztán van az a nem olyan rossz, de még úgy elmegy kategória, valami hiányzik belőle, van az, ami már annyira nem, és van az, ami abszolút elront. Tényleg, amit az ember fölvesz, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy nem, ezt tuti nem, ezt leveszem, és visszakerül általában a szekrénybe. És igazából így kell gondolkodni erről az egész színtípus elméletről, hogy szuper, hogyha tudjuk, hogy mi a legjobb, az egy jó mankó, de nem egy ilyen merev rendszer, úgyhogy ezen belül is ugye tudunk ugye egy típus találni, és akkor az, hogy én például egy sötét típus vagyok. Ezt akartam kérdezni, hogy van, akinek a világosabb színek az adott színtulajdonságú csoportból a legjobbak, hogyha tényleg a legjobbat keresünk. Nekem például a sötétek, de ez mondjuk azt is hozza magával, hogy én hiába próbálok hajat festetni, nekem mindig borzasztóan fog állni, soha nem tudom jól megcsinálni, akármilyen tónusba is leszem, vagy mondjuk az én arcom, az jól tudja viselni azt, amikor mondjuk erős a szem, és erős egyszerre a száj, hangsúlyos mink. Úgyhogy ilyen kis különbségeket lehet találni általában az altípusoknál, de azért a kiinduló típus az egy fontos dolog. És kik keresnek meg elsősorban, férfiak vagy nők, illetve az idősebb vagy a fiatalabb generáció? Hát a legfiatalabb vendégem talán, aki nyugodtan végigült a színtanácsadást, 15 éves volt. Általában azt szoktam mondani, hogy a kamaszkor vége felé jobb egyébként eleve a színezetünk is, akkor tehát már egy véglegesebb. Kész vagyunk egy kicsit, igen. A legidősebb vendégem pedig 86 éves volt. És ezen belül bárki, bárhogy, jönnek hozzám egyedül, csoportosan, egész családok akár, férfiak is, nők is. Azért elsősorban a nőket érdekli jelenleg, egyelőre még, a színtanácsadás. A férfiak általában teljes tanácsadásra jönnek, aminek része a színtanácsadás, mert ők általában olyan céllal szeretnék ezt az egészet alkalmazni, hogy akár üzletben, akár a vállalkozásukban, akár mondjuk egy magánélet, egy válás után például egy kicsit összeszedjék magukat, összeszedjék a gardróbjukat, és egy olyan gardróbot alakítsanak ki, amiben mondjuk meg tudnak jelenni. És mennyi ideig tart egy ilyen foglalkozás, említetted, hogy a 15 éves vendéged végigülte, ezért gondolom, hogy nem biztos, hogy annyira rövid idő ez. Igen. Hát általában úgy szokott kinézni maga a színtanácsadás, hogy mondjuk egy fél óra, háromnegyed óra elmélet, hogy végigbeszéljük az alapokat, tudja értelmezni majd utána is a vendég, hogy mit jelent az, hogy élénk szín, mit jelent az, hogy tört szín, a világos vagy a sötét között mennyire sok különbség lehet, még azon kívül is, hogy persze vannak a pasztelek és azok a mély színek. Illetve hát ezután jön maga a kendőzés, ez ugye egy kendőzéses technikával nézzük meg a típust, különböző színű kendők egymás után kerülnek az emberre, színtanilag szépen össze van rak, vagy valamiben különböznek, de valamiben hasonlítanak is a kendők, és akkor itt meg tudjuk látni azt a hatáskülönbséget, amit okoz egy jó vagy egy rosszabb szín. Én azt szoktam mondani, egy tanulom találta ki ezt a megfogalmazást, hogy egy irányított önelemzést csinálnak nálam a vendégek. Én az vagyok, aki a színeket hozza, aki próbálja megteremteni azt a környezetet, amiben látni fogja a változást, és én szeretek nagyon csöndben lenni a tanácsadás elején legalább. És amikor azt mondják a vendégeim, hogy hát majd mondd meg, mert te biztos látni fogod, én nem, akkor szoktam mosolyogni, hogy ha te nem látod, akkor én rosszul csinálok valamit, úgyhogy én úgy szeretem csinálni. Ez körülbelül egy minimum fél óra, ha valakinek nagyon-nagyon gyorsan kattan a szeme, de általában 3/4-1 óra, és akkor annyi idő alatt ezért nagyon sok szint végig is tudunk nézni. És ami fontos, hogy nincs olyan, hogy nem áll jól a piros, vagy nem áll jól a sárga, hanem olyan van, hogy a pirosnak, a sárgának, a zöldnek, a kéknek, bármelyik színnek melyik árnyalata fog jól állni, vagy hogyan, milyen formában fog jól állni. Úgyhogy még ez sem igaz, hogy adott típusoknak ilyen vagy olyan színe általában nincs, hanem meg kell találni azt, ami jó árnyalatban van. Úgyhogy összegészében véve még szoktunk rúzsozni, hogyha a hölgy jön hozzám, el szoktak hozni sminket például. Azt igen, azt is láttam, nézni. Hogy még sminktippeket is, mert ugye úgy vagyunk összhangban teljesen. Igen. A sminket is nagyon szépen vezeti a típus. Nem egészen olyan dogmatikusan, mint amit általában itthon lehet olvasni a legtöbb cikkben. Egy kicsit én egy modernebb vonalat képviselek, azt gondolom, a sminkben is. De azért nagyjából megvan az az irány, úgyhogy szoktam mindig a hölgyeknek
olyan rúzsokat hozni, amit elsőre tuti, hogy nem vennének le a polcról. Én odaadom, felrakják, és hát ez fantasztikus. Úgyhogy nagyjából olyan 2-2,5 óra szokott lenni a színtanácsadás. Ha alkattal is foglalkozunk, az még egy 1,5-2 óra. Akkor ez egy majdnem egész délutános program, igen, is lehet. Igen. A videóidban az tetszett nagyon, amikor pont ezt a kendőzéses technikát csináltad, hogy tényleg szemmel láthatóan teljesen más lett az adott személynek az arca, hogy tényleg annyira komplex és elképesztően érdekes, igen, folyamat ez tényleg, hogy még videón keresztül is látszik, hogy mennyire más. Ami pedig még nagyon tetszett, és ami miatt még beszélgetünk, hogy ez a fajta szemléletmód, amit te is képviselsz, ad egyfajta tudatosságot, akár mondjuk a későbbiekben vásárlás tekintetében, akár mondjuk a pazarlás tekintetében egyáltalán, hogy nem halmozom fel a rengeteg ruhát, uh-huh, ami most éppen, nyilván a divatnak is van ebben szerepe, bele tud szólni, hogy mi az, ami... Igen, igen, hát én azt szoktam egyébként mondani, hogy mi magyarok, mi nem vagyunk egy divatos név. Tehát az, ami a butikba azt mondja az eladó, hogy divat, azt mondjuk a tényleg divat fővárosa, egy Párizs, egy Milánó, egy London, az már valószínűleg kineveti, sőt, mi meg kinevetjük azt, ahogy ők költöznek, ugye nagyon divatos. Ez a divat egy nehéz kérdés, mert ez igazából a pénzről szól, ez arról szól, hogy folyamatosan forogjon valami, hogy vágya legyen az embernek az újra, vágya legyen olyan dolgokra, amit meglát, amit kitalálnak. Ugye ez egy jó kis tudatos manipuláció tulajdonképpen, és igazából lehet követni a divatot, nehéz itthonról, nagyon sok pénz, nagyon sok forrás, nagyon sok energia, de azt gondolom, hogy itt nálunk, egy hétköznapi embernél sokkal jobb az, amikor magunkkal kerülünk tisztába, és ha magunkkal tisztában vagyunk a színünkkel, színeinkkel, a jó színeinkkel, az alkati jellemzőinkkel, akkor tudunk úgy válogatni, hogy olyan dolgok kerüljenek a szekrénybe, amit tényleg hordunk. Én megmondom őszintén, én alapvetően nagyon támogatom a tudatos vásárlást, de nem vagyok az, aki csak magyar kiskészítőktől vásárol, viszont csak olyat veszek meg, akár a fast fashion dolgok közül, a nagyon gyorsan forgó divat cikkek közül, amit biztosan tudom, hogy fogok hordani. És tulajdonképpen ez a bizonyos szempontból a saját fenntarthatóságom. Hát ezzel a szép gondolattal zárjuk akkor a beszélgetésünket. Köszönöm, Ági, még egyszer, hogy eljöttél, és remélem minél többen élnek ezzel a nagyszerű lehetőséggel, amiben te tud segíteni igazából. Köszönöm én is. Én is köszönöm.